Tudatánál van és beszél a családjához a majdnem végzetes zuhanás után egy New York-i ablakmosó. Ahogy arról Eric Stackerbeck tudósít, van, aki ezt csodának nevezi. Egy megdöbbentő túlélés története. Életben van az a 37 éves férfi, aki 3 héttel ezelőtt több mint 150 métert zuhant erről a Manhattan épületről, és vágódott az alsó teraszra. Alcides Moreno, aki 3 gyermek apja, már 9 operáción van túl. A felesége az orvosoknak és az isteni beavatkozásnak tulajdonítja férje gyógyulását. Folyton azt mondogatja, hogy nem volt még itt az ideje, hogy meghaljon. Isten tudja az idejét, és ez még nem volt az. Az orvosok példanélkülinek tartják a 47 emeletnyi zuhanás túlélését. Ha valaki elolvassa az akadémiai tanulmányokat, akkor láthatja, hogy már 3 emeletnyi zuhanást is csak az emberek fele él túl. Moreno 30 éves öccse meghalt a baleset következtében. Gyászoljuk a sógorom elvesztését is. Mindez nagyon fájdalmas. A Moreno család perbe fogta az épület tulajdonosát és a céget, amely felállította az állványt. A baleset körülményeit még vizsgálják. Moreno valószínűleg élethosszig tartó sérüléseket szenvedett és intenzív rehabilitációt igényel, de az orvosok optimisták afelől, hogy újra tud majd járni. Bár Moreno 10 különféle törést szenvedett, csodával határos módon nem lett komoly fejsérülése. Amikor behelyeztem a katétert, az agynyomása egészen normális volt, ami ilyen sérülések esetén csodaszámba megy. Nem tudom, mi a legmegfelelőbb szó az ilyen esetekre, példátlan vagy egyedülálló, de ha valaki hisz a csodákban, akkor ez mindenképpen annak számít. Eric Stackelbeck, CBN News.